Rendben van, oké, gyere, mehet. Megmérik a gyerekek testhőmérsékletét a szekszárdi Kölcsey utcai óvodában, a szüleik pedig már a bejárati ajtónál elköszönnek tőlük. Itt szeptember 2-án vezették be ezt a rendszert, de hétfőtől a város valamennyi bölcsődéjébe és óvodájába már csak így léphetnek be a gyerekek. Nem szigorítottam a külsősök esetében most még. Tehát, hogyha névzene van, vagy éppen angol tanárról van szó, vagy éppen német tanárról van szó, bemehetnek továbbra is, csak meg kell mérni a testhőmérsékletüket, és védőfelszerelést kell használni, illetve be kell tartani a gyerekektől a védőtávolságot. Készfertőtlenítő automata a Babits Mihály Kulturális Központ bejáratánál. Szerdától ide, ugyanúgy, mint a város többi közintézményébe, csak az eszköz használata után lehet belépni, és a vendégeknek, valamint a munkavállalóknak is kötelező maszkot hordaniuk. Az intézkedés a Vosinszky-Mór megyei múzeumra, a könyvtárra és a levéltárra is vonatkozik. A polgármesteri hivatalba pedig már hétfő óta csak maszkba lehet belépni, és mindenkinek kell használnia a kihelyezett készfertőtlenítőt is, sőt, jövő héttől már itt is mérnek lázat, mielőtt valakit beengednek. Szerdától Szekszárdon a piacon is szigorúbb szabályok léptek életbe a polgármester döntése nyomán. A helyi vagyonkezelő Kft.-nek beléptető pontokat kellett kialakítania, és készfertőtlenítő is került minden bejárathoz, valamint az árusoknak és a vevőknek is kötelező maszkot hordaniuk. Aki nem visz magával maszkot, természetesen azt kérem, hogy a vagyonkezelő biztosítsa számára, hogy ott a kapuknál mondjuk fel tudja venni ezt a védőfelszerelést. Azért van ezekre szükség, hogy ne kelljen szigorúbb intézkedéseket bevezetni, ne kelljen bezárni óvodát, vagy éppen iskolát vagy bölcsödét, a szülők tudjanak menni dolgozni. A városnak az a dolga, hogy minden megtegyem annak érdekében, hogy ezt tudja biztosítani. Szekszárd polgármestere abban bízik, hogy nem kell majd szigorúbb intézkedéseket hoznia a vírus terjedése miatt.